Megható pillanatoknak lehettünk tanúi a csónakázó tónál. Elbúcsúztatták azokat az ukrán kajakosokat, akik az elmúlt időszakban a Vitáklub Sportegyesület szervezésében edzettek városunkban. A Vitáklub nevében Szipola Antal elnök köszönt el a versenyzőktől, a klub és a város ajándékával kedveskedve nekik, és köszönetet mondott a sportolók itt létét támogatóknak is. Írtam egy levelet polgármester úrnak, város gondnok úrnak, és mindketten biztosítottak arról, hogy a csapatot a Bregyóban elhelyezik, a Lakeside Hotel vezetősége az étkezésükről gondoskodott, és hát nekünk csak a hajókat, illetve az edzés lehetőséget kellett biztosítani, és hát ezt örömmel tettük, mert vitt egy kis színt az életünkbe, új kihívásokat, versenytársakat kaptunk a csónakázótóra. A közép-ukrajnai Melnyicki 12 tehetségből álló csapata továbbra is Magyarországon készül. A sportolók a Velencei tó partjára utaznak, ahol folytathatják az edzéseket, és a Juventus szálloda vendégszeretetét élvezik majd a fiatalok. Sport, ez valójában a mi életünk. Úgy látom, hogy a sport minden bajon át segít bennünket. Amikor sportolunk, kizárjuk az egész világot, a nehézségeket, megtanít bennünket küzdeni. A sportnak köszönhetően értékelhetjük a dolgokat. A háború Ukrajnában sok mindent megnehezített, de a sport által talán át tudunk ezeken lendülni, mert megtanultunk küzdeni. Örülünk, hogy itt lehetünk Magyarországon. Köszönjük mindenkinek, hogy kaput nyitottak nekünk. Az orosz-ukrán válság, a harcok, az értelmetlen rombolás, a pusztítás, a halál nagyon közel került hozzánk. Segítünk, ahol tudunk, tesszük, amit szükségesnek látunk, vallják a fehérvári kajakkenusok, mert ez emberi kötelességünk.